Az elmúlt időszak során számos olyan fejlesztés valósult meg, amire büszke vagyok. Talán az egyik legfontosabb az Arácsi utcán útnak a megépülése. Gyönyörű lett, a város egyik büszkesége, és nagyon sokan használják. Ezáltal a forgalom is megnőtt. Számtalan kis utcát újítottunk még fel, és azt gondolom, hogy a másik büszkeség, ami a gondolatból tetté alakult, ami nagyon sokat dolgoztam, nagyon sok erőt tettem bele, ahol itt állunk, a gyönyörű tájház. Ez a tájház a városrésznek egy gyöngyszeme lett, és egy újabb közteret kapott a városrész. Megtöltötték már tartalommal, birtokba vette a város. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés beruházás volt. Pár évvel ezelőtt országos szinten több mint 300 postahivatalt zártak be az országban, és sajnos az Arácsi posta is a tervezettek között volt. Tulajdonképpen talán egy hónapot volt zárva a posta, és újra nyitott. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan eredményünk, amire büszkék lehetünk, és büszke lehetek, hogy mindebben tevőlegesen részt vettem. Látjuk, hogy van háziorvosi rendelőnk, van gyermekorvosi rendelőnk, mindezeknek most folyik a felújítása, megszépül kívül, belül, új eszközök érkeznek. Én azt gondolom, hogy egy olyan, mondhatom azt, egy 21. századi orvosi rendelő lesz itt Arácson. Itt van egy kisbolt, ami szintén ellátja az itt lakókat. Ami talán az arácsiaknak nagy kívánsága, a bankautomata. Nagyon sokat tárgyaltam én ez ügyben az OTP vezetőjével. Keressük a megoldást, hogy hova lehetne elhelyezni. Nem egyszerű megtalálni, hiszen olyan sok biztonsági célnak, biztonsági feladatnak kell megfelelnie, hogy nagyon nehéz azt a helyet kitalálni, ahova engedélyezik a telepítését. Az útfelújításoknál megindult a Déri Tibor utca felújítása, folyamatban van a Balaton utca felújítása, mind a kettő, főleg a Balaton utca olyan fontos gyűjtő útja a városnak, ami könnyebbé teszi a városba jutást és a városból kijutást. Reményeink szerint a Balaton utca kiköt majd a 71-es úton egy körforgalomba. Terveim között szerepel még, hogy kisebb utcák újuljanak meg. Folyamatban van, hogy a Népház környékére gyalogátkelő helyet jelölje ki a város, illetve azt gondolom, hogy egy gócpont a Péterhegyi utca, a Balaton utca és a Béke utca csomópontja. Autóval való közlekedésnél is, bár ott azért azt gondolom, hogy a tükör nagyon sokat segít a közlekedőknek, de abbra a részre is szeretnénk egy gyalogátkelő helyet. Tervek alapján hamarosan kivitelezésre is kerül a katolikus temető kerítésének a megépítése. Mögötte helyezkedik el a Balassi Bálint utca. Célom az, hogy azért ez is induljon el ebben az 5 éves ciklusban. Nagyon sok feladat van még. Én azon vagyok, hogy ezek a feladatok valósuljanak meg, induljanak el, és ehhez ajánlom én fel a tapasztalatomat, ehhez ajánlom fel az eddigi tudásomat, és bízom abban, hogy bizalmat kapok az itt lakóktól, és kérem őket, hogy menjenek el június 9-én szavazni, és kérem, hogy adják a szavazatukat rám, a Fidesz-KDNP jelöltjére.